Tolnában a Vármegyei Közgyűlés választásán 57%-kal magabiztosan nyert a fidesz KDMP, csak úgy, mint az ország összes többi vármegyeiben is. A kormánypártok összességében így 11 mandátumot szereztek, míg a Mi 2 kettőt, a DK és a Momentum pedig egyet-egyet. Szexárdon Donna polgármester Berlinger Attila a Fidesz KDNB jelöltje lett, a szavazatok 54%-át elnyerve. Másodikként Bomba Gábor a harmadik helyen tót Endre futott be. A képviselőket nézve abszolút taroltak a kormánypártok, hiszen mind a tíz egyéni választókerületet behúzták. Kompenzációs listáról jutott be három jelölt az EN Szexárdból és egy a mi ami újdonságnak számít a szexárdi közgyűlésben. Tolnán 14 év után nem Fideszes lesz a polgármestere a városnak, hiszen Balogh Zoltán a Tolna Városért Egyesület jelölt a rendkívül szoros versenyfutásban mindössze 72 szavazattal legyőzte az Zoltánt, a település jelenlegi alpolgármesterét. A képviselőtestületi mandátumok megoszlásában hetet szerzett a Fidesz-KDNP, ötöt a Egyesület. Bonyhádon Filóné Ferenc Ibolya újrázik, ő Száraz Zoltán győzte le, a szavazatok 60%-át megszerezve. A Fidesz-KDNP képviselői szerezték meg a többséget a helyi testületben 7 mandátummal. Dombóváron sem történt változás a polgármester tekintetében, Pintér Szilárd újabb ciklust kezdett meg. Dombóváron is kormánypárti többség lesz a képviselő testületben, ahol a fidesz KDNP 9 helyet szerzett. Bátaszék vezetői pozíciójában marad a független jelölt Bozsolik Robert. Több mint 20%-ponttal előzte meg Molnár Péter Fideszes jelöltet. A képviselő is fölényben vannak a független jelöltek 7 mandátummal. Talán Paks szolgáltatta a Tolna Vármegye legmeglepőbb eredményét, ahol kiemelkedő sikert ért el a Paksi Ideák Ferenc Egyesület. Jelöltjük Heringes Anita ülhet be ősztől a polgármesteri székbe, továbbá a képviselőtestületbe is delegálnak nyolc politikust, míg a kormánypártok csak négyet. A választások eredményei még nem jogerősek.